reális képet adni a nemzeti közösségekről. Első körben ez a Nemzeti Közösségek Tanácsának célja. Az intézmény képviselői október végéig felkeresik az összes vajdaságban működő nemzeti tanácsot, ezután pedig decemberig elkészítik a működésükről és problémáikról szóló jelentést. Szeretnénk konkrét javaslatokkal előállni a tartományi kormány, illetve a tartományi parlament felé, és ennek függvényen pedig mindenféleképpen odahatni az állami szervekre, ami az állami szervek hatáskörébe tartozik, hogy a vajdaságban élő nemzeti közösség önazonosságának megőrzése tekintetében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Közösségek Tanácsának küldötteit az MNT tagjai tájékoztatták a különböző területeken végzett munkájukról. Amennyiben megszületik a Nemzeti Közösségek Tanácsának egy átfogó anyaga, és amely kitér záradékaiban ezekre a problémákkal, akkor ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy csökkentjük ezeknek a számát. A Nemzeti Közösségek Tanácsának tagjai már felkeresték a szlovák, ruszin és román nemzeti tanácsokat. A magyar után még meglátogatták a horvát tanácsot is. A körút később a bunyevácok és a németek felkeresésével ér véget.